Költészet napja alkalmából számos különleges programmal készül a Juhász Ferenc Művelődési Központ. Elsőként kiírtak egy óvodások és általános iskolások számára szóló rajzpályázatot, amelyre az ország más pontjáról is jelentkeztek. Mik a részletek? A vers és rajz címmel hirdettük meg ezt a pályázatot. József Attila mama és Móra Ferenc Didergő király című verséhez várunk illusztrációkat. A József Attila vers a kicsiknek, kisiskolásoknak szól, és a még kisebbeknek, pedig az óvodásoknak, pedig a Móra Didergő király. És ezt március 18 és 23 között személyesen lehet behozni a faluházba. Vagy pedig Vadóc Zsuzsannát, aki a feladat felelőse és a kiállítás rendezőnk, kell keresni a megadott telefonszámon, és akkor ő útba igazít. Nagyon örülünk a sok érdeklődésnek. Tudjuk, hogy Biatorbágyról is készülnek erre a pályázatra, és nagyon örülünk annak is, hogy messziről, tehát az ország túlvégéből is jelentkezett már iskola, hogy vajon ők is jöhetnek-e erre a pályázatra. Úgyhogy kíváncsiak leszünk, hogyha beérkeznek a munkák, akkor valóban hány településről érkezik megkeresés, illetve pályázat. A díjak azok meglepetések, de a legjobbakat ki is állítjuk, és mindez a költészetnapi programunkon április 13-án fog megtörténni. Április 13-án tehát egyéb programokkal is várják az érdeklődőket. Hogyan épül fel a nap? 13-án szombaton délután kezdjük a programot, 16:30-tól lesz a felnőtt bábcsoportunk, az egyszer csak bábcsoport előadása, Szerelem, avagy az Ezer Teknő Temploma címmel. Utána következik a költészetnapi eredményhirdetés, és készülünk a gyerekeknek egy meglepetés koncerttel is, a megnyitóval egybekötve. És az este fő meghívottja Lackfi János költő és Szirtes Edina mókus zeneszerző előadó művész. Hazai pályán először halljuk Éles Gábornak a vers megzenésítéseit. A vers megzenésedése címmel a Chaplinben egy koncert 8 órakor várja az érdeklődőket. Más különlegességekre is számíthatnak a biatorbágyiak. A tavalyi alkalomhoz hasonlóan idén is lesz kávéház, ahol finom ételekkel és italokkal várják a látogatókat. Az előző évben Art Terasz néven adott ki tematikus újságot a faluház, ezúttal viszont Art Terasz online címmel podcast sorozatot terveznek, amelyben többek között helyi irodalommal és verssel foglalkozó, illetve az azok iránt rajongó tanárokkal és szülőkkel is készítenek interjúkat. Úgy gondolom, hogy ezzel a délutánnal méltóképpen adózunk névadónk Juhász Ferenc, a kétszeres Kossuth-díjas biai költő emlékének is.